Magyarországon több tucat olyan invazív növény található, melyeket vagy szándékos betelepítéssel, vagy véletlen behurcolással hoztak be az országba. Ez annyit jelent, hogy nem őshonosak ezen a területen, behatolónak számítanak. Esetenként ezek a növények képesek lehetnek az inváziószerű terjeszkedésre is, melyel elveszik az őshonos növényektől az életteret és teljesen kiszorítják őket az adott területen. A mellettem található növény is egyike ezeknek az invazív fajoknak, ő nem más, mint a kínai alkörmös. Nevéből adódóan Ázsiából származik, egy évelő növényről beszélünk, mely 2-2,5 méter magasságúra is képes megnőni. Magyarországon egyre több településen megjelenik ez a növény, és sokakban felmerül az a kérdés, hogy hogyan kerülhetett hozzájuk, ha ők maguk sohasem ültettek ilyet. A szállító közeget ez esetben odafent kell, hogy keressük, ugyanis a rigóknak kedvelt eledele a termése, és futószalag szerűen hordják szét a településen az ürülékük által. Önmagában egyébként ez egy egész mutatós kis növény különösebb gondozást nem is igényel, viszont ha ezt a gyors terjeszkedést szeretnénk megelőzni, virágzást követően a virágzatot mindenképpen távolítsuk el a növényről, hogy a termést esélye sem legyen beérlelni. Ezzel azokat a szituációkat is meg tudjuk előzni, melyek során a gyerekek vagy a kutyák kíváncsiságból megkóstolják a magukat, és nagyobb mennyiség esetén mérgezést is szerezhetnek. Igen, ez egy mérgező növény. Így néz ki egy néhány napos és egy pár hetes kis növényke. És hogy mennyire gyorsan szaporodik, azt is mutatja, hogy az elszórt magok már ki is keltek és szépen fejlődnek. Ha mindenképpen szeretnénk eltávolítani a talajból, semmiképpen se a kézi erőt válasszuk, ugyanis nagyon könnyen beleszakad, és ez a hatalmas főgyökér pedig igenis ragaszkodik ahhoz, hogy a talajban maradjon, ezért minden esetben ásóval essünk neki. Most pedig ezt a mellettem található egyedet fogom kiásni. Ez úgy 4 éve háborítatlanul fejlődik, és magam is kíváncsi vagyok, és nektek is meg fogom mutatni, hogy mekkora gyökeret érlelt ez idő alatt. Hát ez az, amiért kézzel meg se próbáljuk kihúzni, és ásóval vagy csákánnyal, mint az előbb láthatott példa alapján próbáljuk megkiszedni. A beszakadt gyökereket mindenképpen kutassuk fel, mert rengeteg tápanyagot és vizet raktároznak még szárazság esetén is, és újra ki fognak hajtani, így nem tudunk megszabadulni tőle. Egy kalappal.